A Korond községhez tartozó Fenyőkútra vezető út 5,8 kilométeres szakaszán végeztek kövezést és sánctakarítást, a Felsőboldogfalva községi sükön pedig 1 kilométeres szakaszon aszfaltoztak. A két utat november 9-én adták át Borgó Csaba Hargita megye tanácsának jelenlétében. A megyei tanács áfa visszaosztásból Felsőboldogfalvának 200 ezer lejt, Korondnak 471 ezer lejt utalt ki községi utak javítására. Fenyőkúton Katona Mihály korondi polgármester köszöntötte az egybegyűlt helybélieket, és köszönetet mondott a megyei tanács elnökének, valamint az RMDS udvarhelyszéki területi szervezetének a támogatásért, és elmondta, bízik a fejlesztések folytatásában. A területi RMDS szervezet ügyvezető elnöke, Bíró Barna Botont megyei tanácsos elmondta, a jövőbe vezet ez az út, és ilyen beruházásokkal vonzhatók haza a fiatalok a kisfalvakba. Székelyföldön a források lehívásában élen jár Korond, méltatta a községvezetést a megyei tanácsos. Jelen pillanatban Fenyőkúton vagyunk, ez egy 320 fős település, itten az emberek mezőgazdaságból élnek főműveléssel, van egy 8 osztályos általános iskolánk és óvodánk, a kulturális élet szempontjából van a Fenyőkútért Egyesület, amely általában fel szokta vállalni a falu ünnepélyeket, a falu rendezvényeket. Az embereknek nagyobb része katolikus vallású és unitárius vallásúak. Azt mondhatnám, hogy itten az emberek egy nyugodt életet élnek, hisz itten nincsen a gyár, nem fú nekik, saját gazdaságukban tevékenykednek, és ez a megvalósítás, ez az út, ami máma igazi átadásra került, egy létfontosságú számukra, hisz nem mindegy, hogy a falu központjához, a városhoz mennyi idő alatt érnek el, vagy istenes őrizőn bármi történik ezen a településen, akkor ide, hogy tudunk feljutni. A helyi település vezetés és a helyi közösség ugyanúgy, ahogy mi is ezen az úton, úgy érzem, hogy jó úton járunk, hiszen ez a jövőbe, a fejlődésbe és a megmaradáshoz vezet. Hiszen ahhoz, hogy a fiatalok hazatelepedjenek, vagy itthon alapítsanak családot, és itthon tervezzék a jövőt, fontos, hogy megteremtsük azokat a körülményeket, hogy európai szinten élhessenek, még a legkisebb falvakban is. Sükön szintén összegyűltek a helybéliek, ünnepi alkalom volt az aszfaltozott útszakasz átadása, hiszen 45 évig dagasztották a sárt a lakosok, és elmondásuk szerint az idősebbek rossz időjárás esetén nem tudtak templomba menni. Ezzel a beruházással úgymond közelebb került a falu Székelyudvarhelyhez, mint a városhoz, annak valamelyik külső kerülete, tekintve a menetidőt. Sándor József polgármester azt mondta, ilyen beruházásokra van szükség, hogy ne néptelenedjen el a falu. Sükőbe úgy 120 lakós körül vannak, ugye az iparosítás nagyon sok személyt annak idején elvont magától, de hál' az Istennek, hogy sikerült most az infrastruktúrát, utakat rendbe tennénk annyira, hogy megközelíthetőbb legyen a település, így nagyon sok fiatal visszaköltözött, és azon kívül pedig Székelyudvarhelyről már többen vettek itt lakást, akik itt próbálnak megélni, vagy öregkorukra, vagy pedig fiatalként innen járnak be, navétáznak be Székelyudvarhelyre. A szándék az mindig megvolt, 45 éve vagyok itt, tudom, hogy ez egy csodálatos közösség volt. A szándék mindig megvolt, hogy eljusson egyik a másikhoz az út, tehát a falu egyik végétől a másikig akár, de adott esetben ez lehetetlen volt, mert az öreg nem mert kijönni az útra, beleestünk a sárba ilyen körülmények között, de úgyis sokkal jobban tartottuk egymás, tehát a kapcsolat az erősebb volt, mint más faluban, ahol már aszfalton szaladhattak. Borbó Csaba szerint a helyiségben van közösségi erő, élni akarás, ott a problémák ellenére a jövőbe tekintenek, a gondok orvoslásában pedig továbbra is számíthatnak Hargita megye tanácsára, illetve az udvarhelyszéki RMDS szervezetre. A megyeelnök megjegyezte, hogy Toásó László térségbeli megyei tanácsos tevékenységének is köszönhető az aszfaltozás. Nem széthúzással, hanem összefogással érhetünk el eredményt, hangsúlyozta Borbó Csaba. A lakosok közül többen felszólaltak, elmondták, sokat számít a felújított út községük életében.